valószínűleg akkor se vették olyan, ahogy... Csendes főhajtással emlékeztek az 1944. október 9-i beregszászi bombázás áldozatairól, Magyarország beregszászi konzulátusa és a Prokultúra Subkarpatika civil szervezet közös szervezésében. A szovjet légierő a vasútállomásra mért csapásai következtében mintegy 250-en vesztették életüket, többségében civilek. 1944. októberében ugye eléri a szovjet front beregszászt is. Ez az első napokban úgy nyilvánult meg, hogy ilyen kis teljesítményű vadászgépek kerültek beregszásznak a légterében, és bombákat hoztak, és elkezdték bombázni a várost. Ennek több civil áldozata is lett, de a koncentrált támadás az természetesen az állomás irányában alakult ki, és itt történt meg a legnagyobb rombolás. Most itt az állomással szemben is volt egy állomás szálloda, aminek most csak egy ilyen kis parkos fás helyét látjuk. Ez szerintem ez is egy mementója ennek a háborúnak, hogy ezt a szállodát nem építették már újjá, ezt az állomás szállót, és hát ez is őrzi a II. Világháborúnak az emlékét. Na most a történelem úgy alakult, hogy ugye a Kárpát vonalat három védvonal is védte, a Hunyadi, az Árpád vonal, és azok a vonalak, amelyek az Árpád vonaltól lejjebb is voltak, és ezeket áttörték ezek a repülők, és pusztítást végeztek itt Beregszászban. Tudjuk azt, hogy körülbelül 250 áldozata lett. Annak idején az én nagybátyám is ezen a fronton harcolt és hunyt el, sajnos 1944 nyarán még, de ezt a vonalt védte, ha úgy tetszik, hogy ezt a Beregszász elleni támadást igyekezett elhárítani, de hát az ő sorsa is megpecsételődött. A beregszászi vasútállomás falán a tragédiát emléktábla jelzi. Az egybegyűltek itt helyezték el a tiszteletkoszorúit. Prokultúra Subkarpatika civil szervezet immár egy 10 éve megemlékezik erről, és felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fontos számunkra a béke, hiszen csak békében tudunk élni, fejlődni, és amikor azt hisszük, hogy a frontvonalak és a háborúk messze vannak tőlünk, az egy csalóka élmény, hisz beregszáziak akkor is azt hitték, hogy a hegyeken túl van még a frontvonal, de október 9-én 27 repülőgép szállt alá, és azért, mert itt egy állomásozó magyar csapatot akartak a vasútállomás környékén elpusztítani, viszont megcsúszott a bombázás részben, másrészt pedig aljas módon alá szálltak a repülők, és a menekülő, a vasútállomásról menekülő tömegbe lőttek, és sokan az utcán vesztették az életüket. Erre akartuk felhívni a figyelmet, hogy bármilyen háború van, bármikor úgy tűnik, hogy messze van tőlünk a háború, azért legyünk óvatosak, vigyázzunk egymásra, mert a pillanat az változékony. És ebben az időszakban, amikor most is háború van az országban, Ukrajnában, amelynek része vagyunk itt Kárpátalján, arra hívja fel a figyelmet, hogy legyünk óvatosabbak, hogy vigyázzunk magunkra, és igenis a szabályokat tartsuk be, mert hogy akkor is szóltak a szirénák, de az emberek akkor is úgy gondolták, hogy messze van tőlük ez a háború. Én úgy érzem, vagy úgy gondolom, hogy egymásra kell odafigyelnünk, mert egymás terhét hordozunk, ahogy a Biblia mondja, és ez az odafigyelésre hívjuk fel ma ezzel a csendes megemlékezéssel a figyelmet, arra, hogy Beregszász 44-ben már megszenvedte magáét, hiszen ebből a 250-ből a nagyobb része civil áldozat volt. Csendes főhajtással és a szovjet támadás során magyar katonák is életüket vesztették. Őket a beregszászi római katolikus temető Magyar Honvéd parcellájában helyezték örök nyugalomra. Az emlékezők itt is fejet hajtottak, és elhelyezték a tisztelet koszorúit.